Auschwitz Light a déli határkerítés, Orbán Viktorra pedig 100 év börtön vár, jelentette ki Szanyi Tibor a Horányi Dunaparton rendezett baloldali szigetfesztiválon. A szocialisták EP képviselője szerint Orbán Viktor nem a megoldás, hanem maga a probléma. Idén a harmadik alkalommal szervezték meg az úgynevezett balfesztet a Horányi Regatta szabadidőközpontban. Ennek egyik előadója volt Szanyi Tibor is, aki a migrációról fejtette ki nézeteit. Az EP képviselő szerint a bevándorlás oka az éghajlatváltozás. A szárazság elől menekülő emberek számára Európa az ígéret földje. A politikus kifejtette, miután az Európai Unió Nobel-békedíjas lett, így mindnyájan azok vagyunk, és egy Nobel-békedíjas Európa nem lőheti bele a tengerbe a hozzámenekülőket. Szanyi Tibor elmondta véleményét a déli határkerítésről is. Szerinte a Magyarország déli határán húzódó kerítés valóságában és szimbolikájában egyaránt eltakarítandó, tulajdonképpen ez a kerítés az Auschwitz Light, vélekedett a szocialista politikus. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott a stúdióban. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Önök is, és a televízió nézőknek. Osztja a korábbi pártársa Szanyi Tibor vélekedését? Hát mondjuk elég régen voltam Szanyi Tibor pártársa, ennek már több mint 8 éve elmúlt, és én csodálkozom mindig az ilyen kijelentéseken, főleg azért is, mert augusztus 8-án a magyar társadalom döntött valamiről, amiben nyilvánvalóan benne volt az a döntés is, ami mellett a kormány kiállt. Ez pedig a magyar embereknek a biztonsága, ami nyilvánvalóan jelzi, hogy ebbe beletartozik az is, hogy valami fizikai megoldása is legyen annak, ami a magyar emberek biztonságát és a védelmét jelenti. Hát ha ezt éppen egy kerítés tudja biztosítani, akkor legyen az. Én azt hiszem éppen a múlt héten voltam Kolozsváron egy fórumon, ahol például szóba került többek között ez is, hogy hát hogy a baloldal nem áll ki azok mellett a közös nemzeti kérdések mellett, amit egyébként a társadalom nagy része támogat, és ami miatt most már immáron harmadszor, kétharmaddal támogatta a társadalom ezt a kormány. Hát én azt hiszem, hogy a legelegánsabb az lett volna, hogyha akkor ez a baloldali párt, vagy bármelyik másik párt egyszerűen felsorakozik a mögött, hiszen lehetnek ilyen közös nemzeti kérdések, ami az emberek biztonságát jelenti. Az, hogy egyébként vannak viták, hát az lehet mindenhol, és azt hiszem, hogy egyébként a demokrácia éppen ezekről a vitákról szól, de hogy egy olyan kérdést megkérdőjelezni, amit egyébként a társadalom nagy része támogat, ennek csak az lehet a következménye, ami érzékelhető most is, hogy mondjuk az ellenzéki politikai erők eléggé fragmentáltak, és igazából keresik a helyüket. Jó régóta, évek óta gyakorlatilag, hogyha már itt szóba került ez a bizonyos kolozsvári beszélgetés, ön ott konkrétan úgy fogalmazott, utalt is rá az imént, hogy Magyarországon politikai konszenzus van nemzeti kérdésekről, amelyből csupán egyetlen párt vonja ki magát, ugye itt nem titkoltan a demokratikus koalícióra gondol. Hát ezek szerint mégsem, ha és amennyiben a biztonság, egy nemzet biztonságának kérdése és a nemzeti kérdések közé tartozik, akkor itt van például Szanyi Tibor kijelentése. Igen, és én ezt azért elég furcsának tartom, főleg az európai parlamenti választások előtt, mivel mindenki számára nyilvánvaló, és ahogy Európát ma elnézzük, alapvetően az európai parlamenti választás is arról fog szólni, ami Európa biztonságát, keresztény értékeinek a megőrzését jelenti, és ha ilyen kijelentések hangzanak el egy politikai erő részéről, az nyilvánvalóvá teszi, hogy igazából nem reflektál arra, amit a különböző társadalmak, vagy egyáltalán az emberek többsége akar. Alapvetően, amikor erről beszéltem ott Kolozsváron, akkor tulajdonképpen azon szűken vett nemzeti kérdésekre gondoltam, ami az állampolgárságot, a választójogot jelenti, vagy éppen az ugye az én portfóliómba tartozó autonómia kérdését is. De azt kell, hogy mondjam, hogy mára tulajdonképpen az egész migrációs kérdés is nemzeti kérdéssé vált. És azt nyugodtan kijelenthetjük akár itt is, hogy gyakorlatilag a társadalomnak a nagy-nagy többsége, mondjuk kétharmada biztos, de ezt a kérdést támogatja.
No hát akkor ebből is fakad a kérdés, hogy néhány hét múlva kezdődik az országgyűlés őszi ülésszaka. Ön korábbi házelnökként, a Magyar Szocialista Párt korábban igencsak prominens politikusaként, hogy látja a sorozatosan ismétlődő kudarcok után, amire már az imént itt utaltunk, levonta-e konzekvenciát a politikai baloldal, azon belül is elsősorban a Magyar Szocialista Párt? Az a helyzet, szerkesztőasszony, hogy először számomra mindig az a furcsa, hogy melyik a politikai baloldal, mert tulajdonképpen, hogyha azokat az elveket tekintem, ami például a tőkepártján állást jelenti, vagy akár az előző kérdéskört, ami a biztonságot, a keresztény-európai értékek megőrzését jelenti, vagy mondjuk akár nemzetpolitikai kérdéseket is, ha tekintünk, akkor igazán ma, ha baloldalról beszélek, akkor vagy pont például így van, akkor én azt hiszem, hogy itt ez a 20. századi értékvilág, amit megszoktunk, hogy szocialista és az egyéb pártok baloldalon vannak, egyébként pedig a konzervatív pártokban szerintem inkább Európában azt látom, hogy a konzervatív pártok biztosítják azt, ami akár a szociális biztonságot, akár a jogbiztonságot jelenti, vagy azt a fajta védelmet, amit ebben a globális világban ma az emberek várnak. Tehát ebben az értelemben, ha tekintem, akkor én azt látom, hogy egyébként Európában az egész úgynevezett baloldal, ami érdekes mód, és hadd tegyek még egy zárójeles megjegyzést, az egész elmúlt 25 évben csak és kizárólag a tőke pártján állt, és egy liberális, neoliberális gazdaságpolitikát támogatott, akkor ma én úgy gondolom, hogy el kell felejtenünk ezeket a 20. századi megjelöléseket, és egészen máshol kell keresnünk az értékvilágot. És rá is kapcsolódok erre az utolsó szörömhöz, mint az értékvilágra. Ugye az utóbbi években egyre gyakrabban halljuk és tapasztaljuk is, hogy veszélyben vannak a keresztény konzervatív értékek. A keresztény szociális eszmerendszerben, amint ön saját bevallásaként is magáénak van, ön szerint van-e helye a keresztnek a parlament épületét díszítő zászlón, mondjuk Szent István ünnepén? Nagyon komoly vitatárgyát képezte. Hát ezt láttam én is a médiában, hogy ezen egy óriási vita volt. Én azt gondolom, hogy igen, ha már a koronán egyszer a kereszt ott van, és a koronát gyakorlatilag egy olyan jelképünknek tekintjük, ami, és Szent Istvánt is szentként tiszteljük. Egyébként az elmúlt héten éppen egy Rákóczi Szövetségnek voltam egy rendezvényén, ahol nagyon sok határon túl és diaszporában élő gyermek volt, és ott többek között fölmerült, hogy ki volt Szent István, és nagyon kedvesen az egyik gyermek ugye mondta, hogy egy szent volt. Na most én azt hiszem, hogyha erről beszélünk, akkor nyugodtan felvállalhatjuk azt, hogy egy kereszttel, és ezzel senkit az égvilágon nem hiszem, hogy sérthetünk, hiszen önmagában a kereszt nem csak és kizárólag egy vallási jelképet jelent, hanem egyszerűen ennek az országnak a valóságát, és önmagában azt a Szent Istváni örökséget, ami a Nyugat-Európához történő vezetését jelentette az országnak az államalapításkor. Ugyancsak ezen a kolozsvári beszélgetésen fogalmazott úgy, hogy megtiszteltetésnek érzi új feladatát, amire utalt, és ez pedig az autonómia törekvések összehangolása. Ezt megelőzően nem érzi-e még ennél is fontosabbnak, hogy az egyes érintett országok nyíltan felvállalják a saját autonómia törekvéseiket, és merjék nyíltan nevén nevezni az autonómia fogalmát, nem csupán körülírni, mint ahogy erre láttunk példát az utóbbi Ez egy nagyon érdekes kérdés, szerkesztő asszony, mert pontosan arra kell, hogy utaljunk mi is, hogy nagyon sok szomszédos és sokkal fiatalabb államnál önmagában az autonómia kérdése az attól való félelmet jelent, ami egy elszakadást hozhat magával. Így sokszor beszélünk arról, ami a terminológiát is jelenti, hiszen van olyan, például a felvidéki magyarságnál, ha ez szóba pontosan kerül. Pontosan rájuk gondoltam, igen, a Magyar Közösség Pártjára. Önkormányzásról, önigazgatásról beszélnek, ami teljesen természetes, és hogyha az európai szubszidiaritás elvét tekintjük, akkor ebbe bőven belefér, és azt kell, hogy mondjam, hogy annak merőben adekvát. Az egy másik kérdés, hogy nyilvánvaló Székelyföldön ott van egy érzelmi azonosulás is ezzel, vagy ebben, ezért többször felmerült például Tusványoson egy beszélgetés alkalmával, hogy lehet, hogy nekünk igazából, és én ennek a pártján állok,
kellene egy tartalmi vitát is folytatni a szomszédainkkal, ami nyilvánvalóan azt jelzi, hogy részünkre a fontos az, hogy ott szülessenek meg a döntések, és azok részéről, akiket az elég inkább érint, tehát a közösség hozhassa meg a maga döntését, hiszen ez az európai szubszidiaritás elvének maximálisan megfelel, és a regionalizációt is ez szerint kellene alakítani. Szerintem, ha elindítunk egy ilyen terminológia vitát, és a tartalmat láthatjuk, akkor talán közelebb kerülünk a szomszédokkal ebben a kérdéskörben is. Itt azért húsba vágó kérdések is vannak, amik évek óta megoldás után kiáltanak. Ilyen például a kézdivásárhelyi terrorizmussal, ugye évekkel ezelőtt megvádolt fiúk esete. Ez az ügy a mai napig nincs nyugvó ponton. Tehát, hogyha akár csak ezt az ügyet vesszük, akár most nyilván még néhány hasonlót tudnánk felsorakoztatni, ön mire alapozza abbéli optimizmusát, hogy az autonómia törekvések összehangolása sikeres lesz? Talán arra is, mert én úgy látom, hogy az a fajta eszme, amit egyébként ez a neoliberális Európa hirdetett, mégpedig az Egyesült Európáról, ez nyilvánvalóan látszik, hogy ez egy zsákutca. Ha viszont a nemzetek Európájáról beszélünk, akkor szükséges, hogy ez a fajta párbeszéd megmaradjon, de ha konkrétan kell a bekeszőcs ügyről szólnom, igen, akkor itt nagyon érdekes volt, épp azt hiszem a mai sajtóban láttam egy hírt, hogy az Amerika vezetése is felszólította Romániát, amiben kéri, hogy ha lehet, akkor hogy fogalmaz, tehát hogy hagyja, ne hagyja azt, hogy politikai döntések szülessenek az ügyészség részéről, nyilván ebben a DNA és az egyéb titkosszolgálati befolyások is benne vannak. Én azt hiszem, hogy ez figyelmeztető kell, hogy legyen. És hát láttatnunk kell azt, hogy Magyarországnak abszolút nem célja semmiféle revíziós politika, hanem egyszerűen csak és kizárólag azt akarja, hogy az a magyarság, aki önhibáján kívül került egy más ország fennhatósága alá, azok szülőföldjükön élhessenek, boldogulhassanak, gyarapodhassanak, saját anyanyelvükön tanulhassanak, és ez igaz Kárpátaljára is, Felvidékre is, Erdélyre is, Vajdaságra is sorolhatnám tovább. Eredményes munkát kívánok ezekhez a törekvésekhez. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtam a lehetőséget.